1542-ben, augusztus 26-án Francisco de Orellana, spanyol kalandor és konkvisztádor elérte az Amazonas torkolatát. Róla mesélek a mai napi töriben, én Juhász Kund vagyok. Francisco de Orellana spanyol felfedező és konkvisztádor volt. Első európaiként hajózott végig az Amazonason. A folyó nevét is ő adta. Orellana talán a szintén spanyol Francisco Pizarro rokona volt. 1527-ben 17 éves korában Dél-Kelet-Ázsiába utazott. Pizarro 1541-es Eldorado megtalálására induló expedíciójában hadnagyként szolgált. Pizarro utasította a fahéjfák földje is az aranyföld felkutatására, amelyet valahol keletre az Amazonas medencéjében gondolt. 1541-ben beleegyezett abba, hogy csatlakozik Pizarro fivéréhez, Gonzálóhoz, az expedícióhoz. Miután Gonzalo Pizarro súlyos lázban szenvedett az út során, ezért előre küldte 49 emberrel, hogy derítse fel a további útjukat. Orellana nem nagyon sietett vissza Pizarro táborába, mert magának akarta biztosítani a dicsőséget a gazdag föld megtalálásával. Embereivel egy nagyobb folyami hajózásra alkalmas hajó építésébe kezdett. A Napo folyón való haladásuk során az Omagua indiánok fenyegetései miatt állandó veszélyben voltak. 1542. június 3-án elérték a Rio Negrót és az Amazonast. A folyó neve onnan ered, hogy ekkor a görög mitológiából jól ismert, amazonokra hasonlító, harcos indián nők támadtak rájuk. Az Amazonashoz közeli területeket az aranyban gazdag Ikamiaba indiánok uralták. 5. Károly hivatalosan is Amazonasnak keresztelt el a folyót, amit értesült a történtekről. Felfedező útja után Orellana visszaindult Spanyolországba, hogy megszerezze a felfedezett, általa új Andalúziának nevezett területek feletti kormányzóságát. Nehéz hajóút végén Portugáliában ért partot. A portugál király barátságosan fogadta, és felajánlott, hogy portugál zászló alatt térjen vissza az Amazonashoz. Orellana expedíciója nemzetközi nézeteltérést okozott, hiszen az 1494-es Tordiászi szerződés értelmében az Amazonas nagyobbik része spanyol, teltája viszont a portugál érdekszférába tartozott. Orellana visszautasította a portugál király ajánlatát, és Spanyolországba utazott. 9 hónapos tárgyalás után 1544. február 18-án 5. Károly spanyol király kinevezte Orellát új Andalúzia kormányzójává. Az okirat szerint kevesebb mint 300 emberrel és lóval kellett az Amazonas további részeit felfedeznie Orellának, és 2 várost is kellett alapítania, egyet a deltánál, egyet pedig a folyam forrásvidékén. Az expedíció 1545. május 11-én indult útnak 4 hajóval, ám közülük csak egy érte el Amerika partjait. A partvidéken újabb hajót építettek és behajózták a folyó deltáját, összesen 500 kilométert. A 300 emberből viszont csupán 44 maradt életben. Őket egy másik spanyol hajó legénysége mentette meg. Orellana 1546. novemberében hunyt el. Kalandos élete meg annyi filmet ihletett, meg azóta is.